hogyha lábjegyzetelni kell egy politikusnak a gondolatait? Önök bárki bármit mond, úgyis belemagyaráznak bármit. Az ellenzéki összefogás külön-külön képviseli a fasisztákat és a kommunistákat, ezt mondta Márki-Zay Péter több mint egy héttel ezelőtt. Azóta ezt a mondatot maga Márki-Zay Péter is megpróbálta többféleképpen magyarázni. Most eljöttünk ide a képviselői irodaházhoz, és kíváncsiak vagyunk, ennyi idő elteltével, hogyan értékelik ezt a mondatot a politikusok. A szivárvány koalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját. Márki-Zay Péternek volt ez az ominózus mondata, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli, akkor ön álltott mellett, és az ön arcán is látszott egyfajta megrökönyödés. Így mi volt akkor a fejében, amikor hallotta ezt a mondatot? Tudom, hogy ez a Fonyódi rendezvényen volt, és azóta már ugye Magyar Nemzettől is az ön kollégája megkeresett. Én akkor is azt mondtam, hogy mindenkinek felelni kell a saját mondataiért. Tehát igazából, hogy miniszterelnök jelölt úr mit értett ez alatt, ezt tőle kell megkérdezni, de én úgy tudom, hogy ő ezt már a közösségi oldalán egyébként részletezte. Nem gondolom, hogy az arcomra bármi is ki lett volna írva. Nem tudom, hogy Magyarországon egyébként vannak-e kommunisták vagy fasiszták. Egy politikusnál előfordul az, hogy önök félreértelmezik azt, amit mondott. Szerintem Márki-Zay Péter mondatai világosak, a gyengébbek, tehát az önök kedvéért külön el is magyarázta. Szerintem ez teljesen le van zárva ez az ügy ebben az értelemben. A liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Többször meghallgattam, már hogyha kétségbe vonja, hogy a képességeimet, többször meghallgattam, és Kerek Perec elmondta Márki-Zay Péter, és ő is azt mondta, hogy valóban félreérthető volt, de ő nem ezt akarta mondani, és az ellenkezőjét mondta. Még egyszer mondom, azok számára, akik elsőre nem értették, azok számára részletesen elmagyarázta, hogy mire gondolt. Jó, hogyha lábjegyzetelni kell egy politikusnak a gondolatait? Önök bárki bármit mond, úgyis belemagyaráznak bármit. Én azt gondolom, hogy értelemszerűen a hiba soha senki számára nem kellemes, de a rendszer része, és én nekem szent meggyőződésem a kijelentéssel kapcsolatban, hogy ez egy hiba volt. Hát Márki-Zay Péter rendkívül meg tudja tisztelni a szövetségeseit. A háttérben Steinmetz Ádám állt, egy szőkehajú német származású, kétméteres szárva termetű ember. Talán róla jutott eszébe Márki-Zay Péternek, hogy fasiszták, nem tudom. De egy kétségtelen, hogy Márki-Zay Péter kimondta az igazságot, pontosan tudja, hogy az ő csapatában fasiszták és kommunisták egyaránt vannak. De magam részéről azt tartom rendkívül elszomorítónak, hogy Nyugat-Európában ezt az embert az Európai Unió emberi jogokra oly érzékeny politikusai díszvendégként fogadták, holott egyébként az a csapat, amit ő vezet, bevallottan nácikból és kommunistákból áll.